Kedves hallgatóink, kedves nézőink, Önök a Visegrádi négyek újévi koncert a Virtuózokkal című hangversenyt követhetik élőben a Zeneakadémia nagyterméből. Bősze Ádám vagyok. A koncertet a magyar himnusz nyitja. Vezényel Medvecki Ádám. Kedves nézőink, kedves hallgatóink, a magyar himnusz után Pejcsik Péter Nyitány Visegrádi négyek fantázia című műve következik. Szólót énekel Marton Piroska, Meggyes Anna, Szilasi Gerda és Kusinszki Hanna. Medvecki Ádám vezényel. Yeah.
Můžeš ti utíkat od ňavnúci, můžeš ti utíkat od ňavnúci, aj tak ty ňamíjaš môj aj pusí. Můžeš ti utíkat od ňavnúci, aj tak ty ňamíjaš môj aj pusí.
Pejcsik Péter visegrádi újévi nyitány című művét hallották a Magyar Rádió gyermekkórusának tagjai és a Magyar Rádió szimfonikus zenekarának közreműködésével vezényelt Medvecki Ádám, most pedig Johann Strauss a Denevér című nagy operettjének második felvonásából a Kacagóriáját énekli Miklós Erika, kiváló operaénekes és a virtuózok zsűriének középponti tagja. Déláriáját hallottuk tehát a Denevérből Miklós Erika tolmácsolásában, most pedig három ifjú virtuóz jön, először Jan Wojtek zongorázik Liszt, Horowitz második magyar rapszódiája csendül fel, ezt követi Theo Gertler, fiatal ifjú hegedűművész, aki a virtuózok harmadik szériájában tűnt fel, ő Wieniawski Scherzo tarantelláját adja elő, és ezután Gorecki koncerto notturnójának első és második tétele következik, Lukács Dickó játszik szaxofonon. Először halljuk tehát Liszt, Horowitz második magyar rapszódiáját, Jan Wojtek zongorázik. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Elhangzott Gorecki koncerton notturnójának első és második tétele Lukács Dickó szólójával a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekarát Medvecki Ádám vezényelte. Következzék most először Kelemen Bardamás tolmácsolásában Wieniawski D-dur polonéze a zenekar közreműködésével, utána pedig Kelemen Bardamás és Kokas Katalin egyetlen fia Kelemen Gáspárral játszik majd Kelemen Bardamás, a 44 hegedű dúóból hallunk majd részleteket, de előtte Wieniawski D-dur polonéze következik.
Thank you.
Három tételt hallottunk, Bartóbin a 44 hegedű duójából, Kelemen Barnabás és Kelemen Gáspár előadásában. Ez mindig nagyon fontos volt, hogy neves művészek és a virtuózok mellé álljanak, ugye Kelemen Barnabást említettem, de a zsűritagokat is mondhatnám, Miklós Erika, Németi Attila, Batta András, Szenthelyi Miklós, Keselyák Gergely, Várda István és Balázs János nevét kell megemlíteni. Most következzék Szűcs Apor, aki a virtuózok első szériájában tűnt fel, Mozart 488-as köhögyedzék számú Ádur zongora versenyének lassú tételét játssza.
Elhangzott Mozart 488-as köhögjegyzék számú Ádor zongora versenyének lassú tétele Szűcs Apor szólójával. Most pedig következzenek az abszolút győztesek a második szériából. Kökény Tamás Chopin Cis-moll noktürnjének átiratát adja elő. Utána a legutóbbi széria győztese Kristóf Réka énekel, Szmetán az Eladott mennyasszony című operájából a gyáriát, majd pedig Lugosi Dániel Ali az első széria győztese, Kovács Béla Omázs a Kodály című művét játsza. Thank you.
Ne vas ke se
Thank you.
A Csitári hegyek alatt énekeltek Kodály Zoltán népdal feldolgozását. Horthy Lilla, Marton Éva tanítványa, 2017 junior primarias művésznője. Előtte pedig a Virtuózok sorozat győzteseit hallhatták. Lugosi Dániel, Alit, Kristóf Rékát és Kökény Tamás. Most pedig tétele következik, a győztesek beülnek a saját hangszereik helyére a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekarába, és mindenki, aki ma föllépett, együtt zenél. Thank you.
Kedves hallgatóink, Dvorzsák 9. Újvilág szimfóniájának 4. tételével befejeződött a Visegrádi Négyek újévi koncert a virtuózokkal, az MTVA és a Kis Virtuózok Alapítvány hangversenye a Zeneakadémiáról. Jeles művészek, kiváló zeneszerzők képviselték a négy országot, Lengyelországot, Csehországot, Szlovákiát és Magyarországot. A Magyar Rádió szimfonikus zenekarát Medvecki Ádám vezényelte. Köszönöm szépen, hogy velünk tartottak, közvetítésünk véget ért. Mindenkinek boldog új évet kívánok. A műsorvezetőt, Bősze Ádámot hallották. Miklós Erikát Nóra Sármán öltöztette. A műsorban ruházati partnerünk a Colorado Hungary Fashion.